A kullancsok leginkább koratavasztól késő őszig aktívak, nem szeretik a nagy meleget és a nagy hideget sem, ilyenkor beássák magukat a föld alá. Tavasszal azonban a kertben és a kirándulások során is lehet rájuk számítani. A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok a bokrok ágairól nem ugranak, hanem gyakorlatilag rásodródnak, átkapaszkodnak a ruházatra, a bőr felszínre és a szőrzetre. Éppen ezért fontos, hogy zárt ruházatban menjünk a szabadba, és hogy hazaérkezést követően alaposan vizsgáljuk át magunkat, hogy nincs-e bennünk kullancs. Dr. Dósárné, dr. Fekete Márta helyettes megyei tiszti főorvos elmondta, ha találunk bárhol a testünkön kullancsot, nem szabad olajjal vagy krémmel bekenni, mert a levegőtől elzárva, a gyomortartalmát visszaöklendezve nagyobb eséllyel okoz fertőzést. Emellett nem szabad várni, azonnal el kell távolítani az ízelt lábúakat. A kullancs az vérrel táplálkozik, gerinces állatok vérével, madarakkal, állatokkal és az ember vérével. És ahogy befúrja magát a bőrbe, az első 4-6 órában még általában csak nyirkot tud szívni, nem találja még meg a véreret, és később kezdi el a vért szívni. És nem is igazából a vérszívással van gond, hanem hogyha minél tovább benne marad a bőrbe, minél tovább szívja a vért, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kullancsban, a bél rendszerében élő vírus vagy baktérium bekerülhet a vérbe. Na most az is egy tévhit, hogy minden kullancs fertőzött. Ez egyáltalában nem igaz. Nem minden kullancsban van vírus vagy baktérium. A két leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség a vírusos agyvelű gyulladás és a Lyme-kór. Az utóbbi ellen nincs lehetőségünk védőoltással védekezni, azonban a kullancs enkefalitisszal szemben létezik oltóanyag. Idén Heves megyében az egészségügyi szolgáltatók még nem jelentettek kullancs által okozott fertőző megbetegedéseket.